Magyarország 20 évvel ezelőtt csatlakozott az Európai Unióhoz, kerületünk ennek tiszteletére rendezett hangulatos tavaszi fesztivált Padfest címmel. Ha magyarul ejtjük a fesztivál nevét, akkor a padfestésre utal. Ferencvárosban egy szimbolikus szolidaritási akció indult tavaly egy köztéri padszivárvány színűre festésével, és ez volt a fesztivál egyik központi eleme is. Több pad is állt a téren, amelyet szabadon lehetett festeni, az ünnep, ami összehoz gondolat szerint. Az elkészült padokat a későbbiekben is láthatják a Bakács bunkerben, vagy éppen az átkelő galériánál. Szerintem az, hogy a művészet nagyon jó, és lelkileg. A rendezvényre kilátogatók találkozhattak Karácsony Gergely főpolgármesterrel, polgármesterjelöltekkel és Ferencváros képviselőjelöltjeivel is. A délelőtti programok főként a gyerekeknek kedveztek. Napközben az Erdőfű zenekar, valamint a Kále Lulugyi koncertjén táncolt a közönség. Az esti koncert előtt Baranyi Krisztina polgármester köszöntötte a közönséget. Jó estét, jó estét, Ferencváros! Európa etosza a szabadság, a tisztességes verseny és a szolidaritás. A versenyben a gyengébbek, az elesettek támogatása. Nem is nagyon kiválhatnánk ennél többet. De azt igen, hogy ezek az elvek maradéktalanul teljesülnek. A rendezvényt a Besodrom és a Dagsel zenekar fúziója zárta.